Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér rendszerében az állami ellátásban dolgozó orvosok már jó ideje lekérdezhetik a betegük gyógykezelési, gyógyszerelési és vizsgálati adatait, és láthatják a számára felírt és ki nem váltott gyógyszereket. A rendszer használatával hozzáférhetővé válnak a páciensek más intézményben elvégzett vizsgálati eredményei is. A korszerű egészségügyi ellátás szempontjából elengedhetetlen, hogy a betegadatok egy helyről elérhetők legyenek minden kezelőorvos számára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat államilag finanszírozott vagy magánszolgáltatói rendszerben vették igénybe a paciensek, írja az EMMI a szolgáltatás bevezetése kapcsán. Eddig az OEB finanszírozott rendelések, háziorvosi rendelés, akkor ugye a kórházi szakrendelések, illetve az ilyen járóbeteg ellátóközpontoknak a szakrendelései, meg hát az OEB finanszírozott fekvőbetegosztályok, akik csatlakozva voltak erre a rendszerre, és mostantól a magánegészségügyi ellátók is, illetve ugye a foglalkozás egészségügyi szolgálatok is be kell, hogy csatlakozzanak, és akkor így ezeket a leleteket, illetve az itt elvégzett vizsgálatokat is mindenhol látni lehet. Mindez jelentősen javítja a betegellátás minőségét és hatékonyságát, ugyanis elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok, az orvosok pedig sokkal pontosabb képet kapnak a páciensekről, ami elősegíti a biztosabb diagnózist és a hatékonyabb gyógyítást. Az állampolgárok pedig egyre több az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos adatot követhetnek figyelemmel az EEST lakossági portál felületén, áll a közleményben. A betegek számára ez azt jelenti, hogy ők is gyakorlatilag nem kell, hogyha például valamilyen leletükre kíváncsiak, vagy mondjuk elvesztették valamilyen leletüket, akkor nem szükséges visszamenni a rendelőbe, hogy ezt újra megkaphassák, hanem az ügyfélkapujukon keresztül a saját leleteikhez hozzáférnek. Vagy például, hogyha elmennek egy vérvételre, akkor másnap nem kell visszamenni a laborba azért, hogy az eredményüket megkapják, hanem az ügyfélkapujukon keresztül a saját laboreredményüket le tudják tölteni. A rendszeren belül nem minden orvos láthat minden adatot, az adatvédelmi törvénynek megfelelően szabályozzák az orvosok hozzáférését, valamint a betegek beállíthatják a saját adatuk láthatóságát a kezelő orvosaik számára.